Minden évben az Allianz ima hét keretében a testvérkis egyházak együtt imádkoznak egy héten keresztül. Mi az Allianz ima hét célja? Az Allianz ima hét célja, hogy a hívő emberek együtt imádkozzanak egy célra nézően. Tehát egy témát kapnak, és akkor ennek a témának az alapján a megtért, átadott életű hívő emberek együtt imádkoznak. 2012-ben mi volt a témája az ima hétnek? Nagyon izgalmas témája volt, ugyanis egy olyan nem könnyű időszak előtt állunk, amit nyugodtan fogalmazhatunk így, hogy a vallási törvénynek a gondolatmenete is rányomja a bélyegét, és nagyon jó témánk volt, hogy átformál. Az átformáló Isten állt előttünk különböző aspektusokból, ilyen volt, hogy átformál a halálból feltámadt Krisztus, a győzelmes Krisztus, a szenvedő Krisztus, a beteljesítő Krisztus, és ezeknek a fő gondolatmenete, hogy ez a Jézus Krisztus, aki eljött ebbe a világban, azért, hogy az embert belülről formálja át, és nem egy külső átformáláson vigye át az embert. Tehát nem a külsejét akarja megformálni, meg átalakítani, hanem belülről megváltoztatja, és aki belül megváltozik, az kívülről megszépül. Isten igéjéből fogunk olvasni a Jelenésekről írott könyv 21. rész első 7 versét, amelyet kérlek benneteket, hogy fennállva hallgassunk meg. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjáteszek, és mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az én fiam lesz nékem. Amen. Az Allianz ima hét zárása volt ma este. Mely igeszakaszt hallgathatták meg a hívek? A Jelenések könyvéről volt szó, annak egy rövid szakaszáról, ami főleg a jövőbe mutat, hogy mi az, ami vár Isten népére, mik azok az ígéretek, amiket Isten adott az ő népének. És hát e körül gondolkodtunk egy kicsit, hogy mennyire fantasztikus ez a terv, amit Isten elkészített az őt szeretőknek, és hogy hogyan tudjuk ezt a mindennapokban észben tartani, szívben tartani, és ezt szerint gondolkodni és dönteni. Ön említette az igehirdetésben, hogy fontos, hogy legyenek céljaink. Miért is fontos, hogy legyen célunk? Akár emberről beszélünk, akár egy nemzetről, egy osztályról, vagy bármilyen közösségről, ha nincsenek céljai, nem fognak sehová jutni. Tehát pusztán a létezés az nem lehet célja az emberi fajnak, az embernek, és ez önmagában kevés arra, hogy bárhová is eljussanak. És minden családban, minden gyülekezetben, egyházban, amikor vannak távlati perspektívák, vannak célok, akkor amikor ezek szem előtt vannak tartva, akkor oda fogunk haladni, és oda fogunk eljutni. Amit említettem is, hogy ahová nézünk, oda fogunk elérkezni. Az ön gyülekezete idén vett először részt az Allianz ima héten. Kik is önök, és honnan érkeztek? Mi az Őskeresztény Apostoli Egyház tagjai vagyunk, és hát a gyülekezetünk a Pécs-Csaba utca 5/2-ben van, a pünkösdi mozgalomból származik az egyházunk, és 46-ban lett bejegyezve, és már régi vágyam volt, hogy
részesei legyünk a Pécsi Allianz körnek. Én 3 éve vagyok a Pécsi gyülekezet pásztora, előtte Kaposváron voltam pásztor, és most arra jött el a lehetőség, az alkalom, hogy pásztori körbe becsatlakozva az Allianz ima héten is részt tudtunk venni. Miért gondolta úgy, hogy eljönnek ide? Azért, mert szerettem volna megismerni a keresztény társaimat, a keresztény gyülekezeteket, akikről sokat hallottam. Tudtam, hogy közelünkben is van az imaházuk némelyeknek, de még nem volt kapcsolatunk egymással, és szeretném, hogyha egymás hite által épülhetnénk, és közös összefogásban tudnánk a város felé szolgálni. A gyülekezet tagjai hogyan fogadták ezt a lehetőséget? Igen, ez érdekes kérdés. Volt bennem némi aggodalom, hogy majd az invitálásomra és a hirdetésemre mennyire mozdulnak meg a tagok, és most már így a hétvégén elmondhatom, hogy jó bizonyságom van róla, tehát a tagjaink egészen jól álltak hozzá, és eljöttek az alkalmakra, akik tehették buzgóan, úgyhogy teljesen jól fogadták, és ahogy látom rajtuk, és hétközben is beszéltünk, jól is érezték magukat. Az Allianz ima hét zárása a baptista gyülekezetben volt. Mit jelent a baptista gyülekezetnek ez az ima hét? Talán különös jelentősége ebben az esztendőben van, legalábbis ahogy én gondolom, mert hogy egy mesterséges vonalat húztak közénk az egyházügyi törvénnyel, mi úgymond az elismertek közé, mások pedig az esélyesek, vagy a esélytelenek közé kerültek, és azt gondolom, hogy számunkra, baptisták számára ez egy hitvallás olyan ügyben, hogy a testvéri kapcsolatot nem az határozza meg, hogy ki milyen megítélésű felekezetben van, hanem a Krisztussal való kapcsolat határozza meg. Lehetőség volt nekünk arra, hogy kifejezzük a testvéri szeretetünket feléjük, és hogy együtt szolgáljunk, és megtapasztaljuk azt, hogy tényleg jó a Krisztusban való egység. Önnek mit jelent ez az ima hét? Számomra különösen értékes volt most azért, mert megint és még inkább megéreztem és megtapasztaltam azt, hogy jó együtt szolgálni lelkésztársakkal, és egymást kiegészítettük, segítettük egymást, váltogatva végeztük a liturgia elemeit, és abban nagyon jól összehangoltan tudtunk dolgozni. Ezzel is számomra bizonyítékként azt, hogy egy Isten szolgálunk, és az ő szent lelke vezetett bennünket. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet néked. Ámen. Ámen. Krisztus testeit ebben a városban legyetek áldottak, és Istennek a kegyelme, szerelme, jósága, irgalma folyamatosan áradjon ki belőletek, és növekedjetek az Úrban, ismét mondom, hogy növekedjetek, fejlődjetek az ő dicsőségére, és formálódjatok át az ő képére. Jézus nevében. Ámen. Istennek népe, a békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkáván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. És az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ámen. Ámen.